Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Megnéztük, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható, hogy szorgalmasan dolgozik, és jól dolgozik. Mások figyelgetik őt, de nem kap elismerést, hiszen ezek a személyek úgy kezelik őt, mintha egy diák lenne. De ő nem a diák, hanem a mester. Tehát itt vannak nála csalódások. Lehet, hogy nem mondja ki nyíltan a véleményét, hanem inkább úgy álmodozik, tervezi a jövőt így az álmaiban. Ha megvan a hite és hisz abban, hogy egy álom megvalósulhat, akkor az tényleg így lesz. Itt többféle álom lehetséges. Boldog lenni a párkapcsolatban, sikereket elérni a munkahelyén, vagy az anyagi biztonság, a nyeremény, az lenne most számára fontos, hogy egy álomra koncentráljon. Nem kell minden álmot így ápolgatni, ezeket a gondolatokat, hanem egy témára kellene odafigyelni. Lehet, hogy ebben a helyzetben tényleg még egy diák is tanulnia kell ezt. Hogyan érzi magát? Hát itt látható, hogy néha úgy érzi magát, mint egy király, aki elfoglalja a helyét az életben, megvannak a sikerek, itt van a nyeremény, a gazdagság, ez az érem nem csak az anyagiakat vagy a hivatást illeti, hanem a belső értékeket is. De vannak olyan pillanatok, amikor sebzett, érzékeny, félelmei vannak, hogy elveszít valamit, tehát így változik nála mindig ez a hangulat. És mit fog tenni? Itt vannak nála még küzdelmek. Lehet, hogy valaki támadja őt, és védenie kell magát, de ez lehet egy belső küzdelem is, hiszen itt is láttuk az érzelmeknél, hogy mennyire változik. Vannak félelmek, a másik pillanatban viszont magabiztos, úgy érzi magát, mint egy király. Itt kell a harmónia, ez a belső egyensúly. Amit a képek még jelenthetnek, hogy így tekint rád, hogy esetleg nálad van ez a kihívás, és szeretné azt, ha megtalálnád a belső nyugalmadat. És mi fűz össze benneteket? Itt látható az egész világ, utal a boldogságra, hiszen így akar átölelni téged. Azon kívül ez a kép jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, jelenti az időt, és mégpedig egy évet, hiszen itt a sarokban megjelennek az évszakok, tavasz, nyár, ősz és tél, és abban bízik, hogy egy éven belül meg lesz a harmónia köztetek, lesz egy stabil párkapcsolat, véget érnek a küzdelmek és a nehézségek. Amit a kép mutat, hogy segít neked, tervezi veled a jövőt, de nem sieti el a dolgokat.
amit még jelenthet, hogy tervez veled egy utazást. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!